Sziasztok, szeretettel köszöntünk benneteket, én Hajósi Péter vagyok, kedves barátom pedig Miskolci László. Ez pedig az Ősi idegenektől a spiritualitásig című sorozatunknak az első része. Laci, miről fog szólni ez a beszélgetés kettőnk között? Hát végigvesszük majd itt a sorozatba az ősi idegenek témának a különböző részleteit, de természetesen sok más mindenről is szó lesz, misztikumról, szellemekről, tanítómesterekről, mind a kettőnkben nagyon érdekel ez a téma, persze az ufók sem maradhatnak ki. Ez az első rész a világ piramisairól fog szólni, mert mind a kettőnkhöz nagyon közel áll. Én évekkel ezelőtt ismerkedtem meg ezzel a paleoasztronautika témával, úgy 17-18 éves koromban akadt a kezembe egy Däniken könyv. Azelőtt már nagyon sokat olvastam ufókról, paranormális dolgokról, de ezt a vonalat nem ismertem. És ahogy elolvastam Däniken könyvét, nagyon megragadott a téma, már csak abból a szempontból is, hogy én a középiskolában magas építészeti technikusi szakra jártam, hát végül el is végeztem, és ebből a szempontból ez a rész is nagyon érdekes lesz, hogy vajon hogyan is épültek a piramisok, és hát nagyon elmélyedtem ebbe a témában, ahogy aztán későbbiekben Peti is. Én is még emlékszem rá, hogy tulajdonképpen ennek a téma kapcsán találkoztunk mi is, és sőt, abban is biztos vagyok, hogy nagyon sok embernek az életét változtatta meg Dänikennek a munkássága. Többek között természetesen hozzám is ugyanúgy eljutottak a könyvei, viszont nekem egy nagyon nagy vízválasztó volt Zecher Jezichinnek a 12. bolygó című könyve. Igazából ez volt az a mű, ami gyökeres dolgokat megváltoztatott bennem, és nagyon sok olyan kérdésre kaptam választ, amit addig csak kerestem, viszont ezzel elkövettem egy nagy szarvashibát is, ugyanis minden egyes kérdés után csak még több kérdés generálódott. Úgyhogy elkezdtem én is bújni ezeket a paleoasztronautikai műveket, ezeket a kutatásokat olvasgattam, még eljutottam arra a szintre, hogy én is belekezdtem egy mélyebb paleoasztronautikai kutatásba, ahogyan te is, és ugye hát innen kezdődött a mi ismerettségünk, majd barátságunk, és hál' Istennek most már azt is el tudjuk mondani, hogy közös kutatásunk is van, de ez legyen egy következő műsornak majd a témája, hiszen elég sok érdekességre tudjuk majd felhívni a figyelmet. Viszont ugye kanyarodjunk vissza egy kicsit a mai témánkhoz, ami a világnak a világ piramisai, erről fog szólni ez a mai szösszenet. És azt hiszem, hogy Egyiptomnál kellene elkezdenünk ezt a beszélgetést, hiszen amikor a piramis szó megjelenik valakinek az elméjében, vagy erről elkezdünk beszélgetni, akkor egyből az egyiptomi piramisok, illetve a gízai fennsík jelenik meg gondolatban. Mi lehet ennek az oka, Laci? Hát egyértelmű, hogy a legtöbb embernek ugye a világ ókori csodái közül egyből a piramisok ugranak be. Még mielőtt elkezdnénk ezt az egyiptomi vonalat, azt is szeretném hozzáfűzni, hogy aki rendszeresen nézi a videóimat, azért az észrevette már, hogy igen, megvan meggyőződésem, de egyben ott vagy kisebb, szkeptikusabb bénem is, ami ebben a sorozatban is fel fog bukkanni, sőt már az első részben. Hát azt kell mondani, hogy egyébként Däniken könyveit faltam, elolvastam szinte az összeset, a mai napig megvan. Hozzá kell tennem, hogy kicsit kritikusabb is lettem egyébként így az évek során, amikor ellenőriztem bizonyos állításokat, azt lehet mondani, hogy én átrostáltam, megmaradt egy kemény mag, amire most is azt mondom, hogy a mai napig eléggé jó bizonyító erejű, eléggé sok utalás van földönkülyekre és még egyéb érdekes dolgokra, meg maradt egy olyan réteg, amit azt mondom, hogy én ezt nem tudom elfogadni. Különböző cáfolatokat olvastam végig, én magam is fejben végig gondoltam, akár építészeti technikusként is, és azt mondom, hogy igen, ebben kételkedem, ezért és ezért, ilyen okból kifolyólag. De hát ez, hogyha olyan téma lesz a Petivel, azt ugye én fel fogom vetni, ő pedig majd megcáfol, de a lényeg az, hogy mind a ketten elfogadjunk egymás nézetét a legnagyobb tisztelettel, és szerintem ez a lényeg a közös munkának is. A nagy igazságot azt lehet mondani, hogy szerintem senki nem tudja, ha tudná, akkor már rég nem lennének ezek vitatott témák a mai napig. Igen, itt csak két dolog, hogy visszacsatoljak a szavaidhoz. Valóban az egyik az, hogy Laci inkább a szkeptikusabb vonalat képviseli, bár nem tudom rád azt mondani, hogy szkeptikus vagy, de emlékszem arra, hogy azért nagyon sok olyan vitánk volt így paleoasztronautikai kérdésekben, ami számomra meggyőződés volt, számodra pedig nem, hiszen a tényeket nem tudta senki sem bemutatni, és ugyebár Dänikenhez is ugyanúgy vissza tudunk csatolni, hiszen ha megnézzük mondjuk az első 3 könyvét, amire még tényleg még te is azt tudod mondani, hogy hiteles, ott állítás nincsen. Ő mindig csak kérdéseket tett föl, és pontosan a kérdések tették őt is hitelessé, illetve az egész munkásságát. Jó, vágjunk bele, hogy hol is tudtunk elindulni ezen az egész piramis vonalon. Talán itt is egy kérdéssel kellene kezdeni az egész történetet, hogy... Mégpedig először is, hogy hogyan jutott eszünkbe a műsor, azt azért még elmesélem. Ez egy nagyon jó kérdés, igen. Na, hát hogyan jutott eszünkbe a műsor? Hogyan? Hát úgy kezdődött egyébként, hogy Petivel ültünk egy szórakozó helyen, nagyon jókat beszélgettünk már akkor is a témáról, és egy persze külön váltunk egymástól különböző okok miatt. Eszembe jutott, hogy te jó Isten, hát én videókat csinálok. Miért nem jutott még eszembe, hogy itt van Peti a barátom, ugyanaz a téma érdekel, hát miért nem csináltam még vele videót? Mondom, visszamegyek, és akkor megemlítem neki. Amint leülök a székre, rám néz, Laci, miért nem csináltunk még videót? Na, igen, ez ilyen egyszerűen jött. Hát ez a... nem is tudom, a vonzás törvénye meg a kormánynak sugallatás nekünk az istenek. Igen, ez volt az égi sugallat, és mi meg a beavatkozást végrehajtjuk akkor innentől kezdve. Jó, ezt a kérdést akkor megválaszoltuk, haladjunk tovább a piramisok tekintetében, hogy jó, mi is lehet ennek a célzatja? Igen, hát itt el kell mondani, hogy ugye, ahogy említettük, hogy rögtön a piramisokról Egyiptom jut az emberek eszébe. Itt sokan keverik az időrendet, én ahogy néztem a közösségi oldalakon, mert ugye a klubokban benne vagyok, nézem miket tárgyalnak, miket posztolnak, és a legtöbb ember fejében az van, hogy ugye piramis, Egyiptom, tökéletesen kezdték, tökéletes piramissal, és ahogy haladunk a jelen felé, annál azt lehet mondani, hogy tökéletlenebb építményeket hoztak létre. Ez csak egy részigazság, mert azért azt tudni kell, hogy a legelső piramis az időszámításunk előtt a 27. században épült, ami egyébként lépcsős piramis volt, egy 6 lépcsős piramis, ami nagyon-nagyon érdekes, hogy nem... Művészettörténetileg ez a leghíresebb piramis tulajdonképpen, igen. És erről is nagyon keveset hallani, pedig fontos lenne. Így van, ez egyébként Dzsószer piramis a neve, mégpedig azért, mert hogy ő fejezte be az építését. Na már most, ami nagyon érdekes, hogy nem tudják, hogy ki kezdte el az építését, tehát ez nem derült ki a mai napig sem. És ezt a lépcsős piramis aztán a jelen felé haladva még pár szintén lépcsős piramis követte, aminek nem csak a építőjét nem tudják, de nagyjából, hogy körülbelül mikor építették, ott is van egy-két kérdőjel. Én azt mondom el ezekre az időrendi besorolásokra, hogy tehát hiteltelen számomra. Pontosan azért, mert olyan leletek bizonyítják ennek a valótlanságát, ami arra a következtetésre juttat gondolkodó embert, hogy ez csak rá van mondva, és akkor már azzal meg van hamisítva a történelem. És nyilván onnantól kezdve már el tudunk jutni egészen napjainkig, és nyilván ez szerintem egy szándékos becsapásnak mondható, hiszen ha ez, tegyük fel az első dokumentált piramis, amiről tényleg vannak feljegyzések is, akkor miért mondják azt, hogy 3500 éves például a gízai fensíkon található piramis komplexum. Amikor ugye sumérleletekből már kiderül az, hogy 450 000 évvel ezelőtt, amikor az istenek leszálltak ide a földre, a civilizáció bölcsének nevezett Mezopotámiába, akkor ők már tájékozódtak, tehát tájékozódási pontként használták a 3 gízai piramist. Tehát ugye itt megint az agyagtáblákra írok? Ez az agyagtáblákon igen szerepel. Tehát ugye ez is egy ilyen kis ellentmondás, hogy akkor erről miért nincsenek hírek, miért nem foglalkoznak ezzel. Nyilván tehát van egy teória fejemben, hogy miért nem, mert itt azért nem véletlenül pusztították ezeket az ereklyéket Irakban. Szóval érdekes dolgok vannak itt a háttérben, úgyhogy ezen a vonalon el kellene indulnunk. Én ezzel részben egyetértek, de én azt tenném inkább hozzá, hogy például ez a Dzsószer piramis miért ne lehetne idei számításunk előtt, 27. században épült építmény. Lehet. De, miért ne lehet? De igen, lehet. De ehhez ugye beszéltük a Gízai piramist, amit mindjárt részletezni fogunk, hogy ettől függetlenül még a Gízai piramis valóban lehet több ezer éves, mint ahogy hivatalosan bedatálják. Így van, így van. Jó, tehát akkor a lépcsős piramisokat követte aztán ugye a hagyományos gúra alakú építmények. Erre megint nincs bizonyíték, mert ugye most nem akarok előre menni egy kicsit, tudom, hogy a tervezetünkben benne van a mexikói piramis komplexum több aspektusból is, ugye ott azért több lépcsős piramissal találkozhatunk, és ugye ott is mondhatjuk azt, hogy nagyjából egy időben épültek, vagy azok a civilizációk egy időben éltek egymással. Ugye, amit megint mondjuk a tudományos akadémiák másképpen próbálnak megmagyarázni. Igen. De parancsolj, ne haragudj, hogy belevágtam. Semmit. Én ezt csak az egyiptomi piramisokra értettem, tehát nem általánosságban világos mondtam. Jó, akkor Gízai piramis. Nagyon érdekes, mert az építőt Keopsznak nevezik meg, ami a mai napig vita tárgya. Azt azért meg kell mondanunk. Hát hivatalosan ugye ez van elfogadva, hát most ez megint egy olyan, hogy ugye ki mit fogad el. Tehát attól függetlenül, hogy most úgymond a mainstream történelem ezt és ezt és ezt állítja, igen, egy része lehet valós, egy része viszont lehet vitatott. Akár azt mondja a szkeptikus, nem az a fajta szkeptikus, mint én, hanem tényleg az a csőszkeptikus, hogy már pedig így és így le van írva, ha te megkérdőjelezed, az akkor is úgy marad, ez így nem áll. Na akkor itt az megállok egy másodpercre, ha már a leírásnál tartunk. Tehát, hogyha én fáról lettem volna, akkor biztos, hogy a nevemet feliratom arra a piramisra, ami az én nevemet viseli. Na most ebben a piramisban nem hogy fáró név, hanem egy darab hieroglifa nincsen, tök szűz belülről az egész. Így van, így van. Hát akkor mégis, hogy is van ez? Így van, így van. Tehát a később is a későbbi piramisok, amik időben felénk haladnak, el kell mondani, hogy tökéletlenebbek voltak, tehát nem voltak úgy kiépítve, mint a nagy piramis. És azt is meg kell mondani, hogy ott tényleg azt lehet mondani, hogy tetten érhető az, hogy egyes piramisokat temetkezési helynek építették meg. De ott le is vannak írva a hieroglifákkal a fárók nevei, a dicsőítések, az öntöményezés, milyen nagyszerű volt, milyen nagyszerű uralkodó, stb. Stb. Viszont a gízai nagy piramisnál ez nem mondható el. De azért erre lehet egy magyarázat viszont, mert a gízai piramis belsejében is, hát ugye ott található egy szarkofág. Egyetlen egy darab, ami tök üres volt mindig. Igen. Nem, tehát azért ez is egy ilyen érdekes momentum, és kicsit én még visszamennék még inkább az időben, ugyanis Tóth, illetve Tóthnak a smaragd táblái, ők leírják azt, hogy ez tulajdonképpen egy felemelkedési pont volt, illetve egy újjászületési lehetőség, átlépés a túlvilágba, illetve egy magasabb dimenziónak az elérését tették lehetővé azáltal, hogy a király befeküdt ebbe a szarkofágba. Na most én azt simán el tudom képzelni, hogy a többi piramis, illetve a benne lévő szarkofág, illetve azok a temetkezési helyek pontosan azt a célt szolgálták, hogy szimbolizálják ezt a felemelkedést, a spirituális fejlődést, a továbblépést egy magasabb szintre. Tehát ezt így el tudom képzelni, hogy valóban az volt az első, de mivel abból csak egy van, hiszen az annyira, hogy is mondjam, spirituális és szent dolognak mondható, hogy próbálták replikálni ezt a lehetőséget. Igen, ezzel egyetértek. Jó is, hogy mondtad a smaragd táblát, mert ezt meg is akartam jegyezni. Nagyon érdekes a történészeknek a hozzáállása ehhez a témához. Mert ugye például itt vannak ezek a mítoszok, a hagyományok, amik leírják, hogy sokkal-sokkal régebben, több százezer évvel ezelőtt is már voltak kultúrák, lejöttek az istenségek, stb. Stb. Ezeket nyilván ti is ismeritek. Ezeket nem fogadják el, mert azt mondják, hogy erre nincsen bizonyíték, ez csak mítosz, ez mendemonda, túloztak az évszámokkal, nem annyi ideig élt, nem abban holt hónapokkal számoltak, mert miket hordanak össze. Ehhez képest aztán vannak ugye a görög szerzők, akikre viszont, hogyha olyat írnak, ami beleillik a mainstream vonalba, és egyébként azokon kívül nincs bizonyíték, azt már elfogadják, hogy hivatkoznak. De hát mit a Plinius, vagy a franc tudja kicsoda leírta, akkor az úgy is van, ez egy jó bizonyíték. Hát igen, nekik az, mert az, amit ő akkor ott leírt, az beleillik a mainstream hivatalos időintervallumba, vagy időskálába. Még ami már nem illik bele, az még már legenda. Tehát ez már ilyen nagyon kettős mércének tűnik nekem. Platón is írt egy csomót Atlantisról, meg az ottani kristálypiramisokról, meg stb. De még sincs erre semmilyen bizonyíték, hogy létezett ez az egész történet, és mégis nagyon sokan úgy vannak vele, hogy már pedig ilyen. Sőt, most már külön képzések vannak atlantiszi angyalokkal való együttműködésre, tehát na minden van itt. Hát a szarkofágra visszatérve ezt is akartam említeni, hogy ugye ott van benne a piramisban, majd a Gízai nagy piramisban, ezt most direkt kipuskázom, a Wikipédia azt írja. A temetkezési jelleg egyértelműen adódik a szarkofág jelenlétéből. Hát mikor ezt elolvastam, azt hittem, hogy leesek a székről, mert miért lenne ez egyértelmű ettől függően, mert mint említettük, a fáraó nem dicsőítette magát ott, nincs kiírva a neve, nem találtak benne múmiát, holott nem is volt feltörve úgymond a piramis bejárata. Tehát én arra tudok gondolni, tehát nagyon sok teória van, hogy mi is lehetett ez. Kicsit hasonlóan gondolom én is, mint ott Peti. Ez egyfajta szerintem ilyen beavatóhely lehetett, tehát ahol befeküdt az egyén, igen. De nem ahol tették bele. Ez egy szimbolikus történet kellett, hogy legyen, nyilván. Így van. Ez egy beavatóhely volt, és akkor különböző akár ceremóniákat, vagy hát enyhén vallásos beavatásokat is rendezhettek ott a termekben. Jó? Mit nem vettük még? Ezt csak azért puskázom itt a vázatot, hogy ne hagyjuk ki a gondolatmenetből jó pár dolgot. Hát ugye azért választottuk ezt a témát alapvetően, nagyon sok minden elmondható az ókori építményekkel kapcsolatban. Például az, hogy nem tudjuk pontosan, kik építették, nem tudjuk pontosan, mikor építették, és nem tudjuk pontosan, milyen célból építették. Meg hogy hogyan. Tehát ez hogy hogyan. Tehát, igen, tehát pont a legfontosabbakat nem tudjuk, persze a mainstream vonalnak mindenre van válasza. Például itt van ugye az, hogy nagyon sokáig elfogadott nézet volt az évtizedekig, hogy nincs semmi kérdés a piramisokkal kapcsolatban, a rabszolgákkal építették. Ja, de akkor még most is húznák a követ. Igen, tehát rabszolgákkal építették. Már most ez már nem áll, ez a teória, hanem szakmunkásokkal építették, mert hogy megtalálták úgymond a lakhelyéket, stb. Hát lemenni fogod, hogy 20-30 év eltelik, akkor megint ez a nézetszint úgy változni fog. Ide szeretnék beszúrni még egy paleoasztronautikai teóriát, nevezzük teóriának, és megint csak Tothhoz szeretnék visszakanyarodni, ugyanis ő arra hivatkozik, illetve azt meséli el a történetében, hogy nála volt egy úgynevezett ankpálca, amit egyébként az egyiptomi kultúra át is vett, és a szerves része lett magának a mitológiájuknak, hogy ez tulajdonképpen nem csak egy technikai eszköz volt, amivel levitálni tudta a hatalmas súlyú köveket, hanem egyben ez egy fegyver is volt, és nyilván egy földön kívüli technikára utalt ebben az esetben, amit le is ír egyébként, hogy a rátámadó úgymond benszülettekre védelemként ezt használta is. Na most tehát ez egyébként számomra lehet egy magyarázat, hogy valóban volt itt nem tudom hány millió évvel ezelőtt, még tényleg milliós nagyságrendekkel kell számolni, meg így gondolkodni, ami felfoghatatlan egyébként, igen. Főleg úgy, hogyha azt nézzük, hogy találnak itt-ott a világban olyan kőbe ágyazott dolgokat, aminek nem szabadna léteznie, de mégis ott van. Tehát ez már lehet egy bizonyíték arra, hogy itt előttünk több civilizáció élt. Vannak egyébként többen is, akik azt mondják, hogy körülbelül mi vagyunk a 13. civilizáció ezen a jelenlegi bolygón. Na most visszatérve Tothhoz, hogyha elfogadjuk az ő leírását, és azt mondjuk, hogy valóban ő felhúzta ezeket a piramisokat, majd továbbállt, és nyilván ezt úgy értem, hogy spirituálisan, hiszen arról is beszámolt, hogy ő befeküdt ebbe a szarkofágba, ami a Gízai nagy piramisban található, és hogy ő valóban átlépett egy másik síkra, egy másik dimenzióba. Na most lehet itt gondolkodni, hogy akkor mi van ott, egy valamilyen csillagkapus szerkezet, amivel tényleg egy ilyen dimenzióugrást, vagy más bolygóra, univerzumba való átjutást tudott lehetővé tenni, vagy valóban úgymond elporladt a teste, és csak a lelke távozott abba a síkba, amiről ő beszélt. Egyiket sem tudjuk kizárni, cáfolni, vagy megerősíteni. Tehát, igen, ez... igen, de elmondjuk azért, és akkor van néző majd a maximum választ, hát, egy számára tetszőleges verziót. Így van. Igen, tehát ez jó is, hogy mondott, nagyon-nagyon sok hipotézis teória van, hogy mi is lehetett a piramis. Hát én nem írtam le egy listát, de azt hiszem, hogy 40 ilyen hipotézis találtam, hát, vagy több tucatot. Biztos, hogy van bőség. Igen, tehát az egyértelmű viszont, hogy mindegyik nem lehet igaz, tehát az magától adódik. 2-3 funkciója is lehetett azért a piramisnak, az nem zárható ki, de hogy egyszerűen 40 is, nem. De hát, hogy említsek párat, például áramgenerátor, időgép, aztán volt az, amit Peti is mondott, vízözön utáni túlélőhely, vízerőmű, meg még nem tudom, még nagyon sokat lehetett volna mondani. Nem tudjuk, hogy mi volt. Az biztos, hogy nem a gízai nagypiramis, az biztos, hogy nem egy síkhely volt. Annyi biztos, hogy magának a piramisnak, mint struktúra, annak van valamilyen olyan célzatja, ami energetikailag hasznosítható. Erre mondok egy nagyon-nagyon egyszerű példát, és ez tényleg valós történet, tehát hogy ezt ti is otthon bármikor ki tudjátok próbálni, hogyha ezt a struktúrát valaki megépítették, akár papírból, tehát nem kell nagy dolgokra gondolni, csak az tényleg tökéletes piramis legyen, akkor annak az energetikája egyrészt mérhető, másrészt pedig olyan dolgokra képes, és ezt megint csak így elbeszélésekből tudom, hogy például az orosz katonák betették oda a kicsorbult borotvájukat, és ugye akkor az reggelre meg kiélesedett. Tehát, hogy teljesen megmagyarázhatatlan ez a tény, de tény, mert hogy működik. Tehát elképesztő. És bocsánat, csak még egy dolog, hogy az sem véletlen, és ez tényleg annyira a titoknak a titka, hogy miért pont piramis a legtöbb titkos társaságnak a szimbóluma, vagy a különböző egyházaknak a szimbóluma. Tehát oké, hogy az egyik legősibb szimbólum, 4 ilyen legősibb szimbólum van a világon, de most a háromszögből és a piramis az egyik. Na mindegy, ez csak így. Jó, ezt csak azt akartam hozzátenni, hogy na, ha már ez miatt már a Petit megszerettétek, akkor engem utáljátok. Vagy egyébként ezt én is hallottam ezt, hogy, tehát, hogy kiéleződik a borotfapenge, az étel nem romlik meg, hogyha beteszik. Ja, igen. Megmondom, hogy ez nagyon érdekelt. Nem fogy meg a víz alatta például. Ezeket én is hallottam, meg olvastam. Én nagyon érdeklődtem ez iránt egy időszakban. Én nem próbáltam ki otthon. Volt egy ismerősöm, aki nagyon ilyen műszaki beállítottságú, és nagyon-nagyon imádja a piramisokat, azt már komolyan mondom, hogy ő mindent utána nézett, kiszámolt, stb. Tehát vannak ezek a méretarányok, ezt is akartam említeni, hogy már csak azért is különleges a gízai nagypiramis, ugye, hogy a méretei, milyen irányba van tájolva, milyen csillagokra mutat, stb. Tehát itt nagyon sok olyan dolog van, ami nem lehet véletlen. Persze a történészek, régészek azt mondják, hogy ez véletlen. Hiába mondjuk már 40 adatot is, akár az nekik mind véletlen. Az a baj, hogy itt megint csak nem a gízai nagy piramisról van szó, vagy a piramis komplexumról, vagy akár a gízai fennsíkról, mert a tájolást az összes piramisra rá lehet húzni. Ugyanúgy Mexikóban, ugyanúgy nem tudom, Kínában, Görögországban, Magyarországon a Pilisben, akár, bár ez is egy ilyen sarkalatos pont, ugye kitérünk, igen, ez legyen egy következő pont, vagy akár Boszniában, és ugye ez is egy ilyen sarkalatos pont, és egyre többet lehet erről is hallani. De még egy picit az Egyiptomról akkor még... Igen, csak még nem fejezte be. Tehát, hogy ezzel azt akartam mondani, hogy igen, energetikailag biztosan különleges piramis, de tehát kipróbált ezt egy ismerősöm, neki nem vált be. Tehát nem lett élesebb a borotvapenge, a hús megromlott, stb. Lehet, hogy most lehet mondani, hogy valamit nem voltál jól, nem tudom, de minden eset nem jött be egy kísérlet alapján, én máshol nem tudok, a többi az, én azt mondom, hogy egy szájhagyomány. Hát ki kell kísérletezni, nem csak elolvasni ezeket. Hát a puding próbálja az evés, igen, ugye? Igen. Visszatérve az építésre, tehát ezt nem fejtettük ki annyira, nem tudjuk pontosan miként épült, vagy egy csomó teória. Hát itt van ugye ez a hagyományos, hogy a tömböket valahol kibányázták, először az volt, hogy Níluson hajókkal keresztül vitték oda, aztán rámpa, kötél, stb. Stb. Itt ugye mindig számításba vették, hogy árad is a Nílus, tehát folyamatosan emelni kell az egészet. Aztán volt egy olyan teória is, hogy nem volt semmi nílusozás, csak kibányáztak ott a környéken. A legújabb az, hogy már öntötték a tömböket, tehát egymásra rakódnak itt a hipotézisek. Mondom, építészeti szempontból engem nem győzött meg annyira. Nem azért, mert lehetetlen, csak egyrészt ott van sok nyűg vele, erre persze mondják azt, hogy volt elég idejük rá, és akkor mondják, hogy 20 évig építették, és már itt kiszámolták, hogy fél perc alatt oda kell kerülnie egy tömbnek, mert hogyha már 10 másodperc csúszik, akkor már nem 20 év alatt lesz, hanem 21. De ez azt mondom, hogy ez már nagyon ilyen kacifántos magyarázkodás. Említetted ugye a lebegtetést is, tehát mint levitációt. Akármilyen hajmeresztőnek is tűnik úgymond egy hagyományos régésznek, azért az már tényleg bizonyított tény a mai napig, hogy laboratóriumokban bizonyos hangfrekvenciára a tárgyak elkezdenek lebegni. Igen, egyelőre nem piramis tömböket levitáltatunk, de apró kisebb tárgyakkal ez már sikerült, tehát ez kísérletileg bizonyított, és nagyon érdekes, visszautalunk más építményeknél is. Ott is vannak olyan legendák, hogy oda lebegtek a tömbök, vagy oda lebegtették az építő elemeket a helyükre, és azok egymásra rakódtak. Ezt nem zárnám ki, bármennyire is hihetetlen. De erről csak az jut eszembe, hogy például a Korallkastély, úgy emlékszem, ez volt a neve. Így van. Ott is ez volt, hogy a nevezzük feltalálónak, ő azt mondta, hogy megtalálta a piramisoknak a titkát, megfejtette ezt az egész történetet. Érdekes módon 3 nap múlva meghalt, de hogy sikerült neki, mert tényleg olyan súlyú köveket mozgatott meg, amit emberi kéz, sőt, még gépi technikával is, komoly hidraulikai rendszerekkel nagyon nehéz lett volna. Úgyhogy, ez egy nagyon jó téma lesz, majd erre térjünk vissza, mert ez már most érdekes. Ebbe bele sem megyek, de még ott van ugye a tibeti legendák, hogy hangtálakkal mindenféle gombbal ott is lebegtettek, stb. Lehet ezt legendának vélni, de azért túl sok az összefüggés különböző helyekről, plusz ugye ott vannak a tudományos eredmények, igaz, még kicsiben. Én nagyon jókat mosolgok azon, mikor minden egyes évben kijön egy szalagcím, hogy megfejtették a piramisok építésének a titkát. Minden egyes évben megfejtik, úgymond, minden egyes évben totál más kifejtik meg, és minden egyes évben az van, hogy egyébként fizikailag sosem vitelezik ki, tehát csak elmondja, hogy mit én a Oxfordi Egyetem tudósa rájött, hogy hogyan építették, igen. És akkor legyárt egy teóriát, maga nem csinálja meg, és akkor jó van. Következő évben jön a következő, és így tovább, és így tovább. Igen. Ugye a történészek nagyon ragaszkodnak hozzá, hogy itt már semmi tisztázni való nincsen, minden teljesen magától értedődik, nincsen semmi kérdőjel, de érdekes, mikor építészeknek nézem a fórumait, vagy esetleg sorozatokban szerepelnek, vagy bármilyen filmben, ők azért elmondják, hogy hát azért ők nem vállalnak be egy ilyennek az építését. Tehát mindig azt mondják, hogy mindenki a szakmán belül mondja véleményt, vagy tevékenykedjen, hát akkor ilyen erővel most inkább a történészetnek hisznek, akik ugye hogy kiássák a piramist, megnézik mikor is, stb. De akkor már inkább az építészetnek kellene hinni, akik tényleg szakmabéliek, és elmondják, hogy ők nem tudják megcsinálni a mai technológiával, úgy, olyan precizitással, olyan pontossággal. De ezt el is mondják az építészek. Igen, ezért mondom. Tehát akkor inkább már az ő véleményüket kellene jobban elfogadni, mint a történészekét. Az már nem a szakterületük. Nyilván ugye itt megint visszakanyarodtunk az első perchez, ahol a titokról van szó, hiszen nyilván azért van ez a folytonos ködösítés, mert valószínűleg valami olyasmi van itt a háttérben, ami hogyha tényleg napvilágra kerülne, akkor nagy valószínűség szerint az összes történelemkönyvet ki lehetne dobni a kukába, és nem lenne semmi értelme. Sőt, ezek a tudományos akadémiák is úgymond elvesztenék a hitelüket. Hozzáteszem, nagyon-nagyon sok olyan ember dolgozik, illetve tette fel az életét arra a tudományos kutatómunkára és tevékenységre, ami az ő szakterülete, és tisztelem, becsülöm ezeket az embereket, de amikor tényleg egy ilyen kérdésről van szó, és nem tudják megválaszolni, és most nyilván nem csak a piramisokról van szó, nem csak azoknak az építéséről, hanem olyan történelmi tényekről, amit egyébként leletek bizonyítanak, hogy az a teória, amit ők mondanak, az nem lehet. Tehát, hogy az ellentmondás van, és valamit mégis mondani kell rá. Hát igen, ezért tartunk itt, hogy az emberek megölik egymást, az egyik a fotelből az internet előtt, a másik pedig kint a régészeti feltáráson, és amikor hazajön és bemutatja a leleteket, illetve a feltárt dolgokat, akkor hát ez Photoshop. Most csak azért mondom, hogy velem ez megtörtént, úgyhogy tudom, hogy mire gondolok, hogy bízom benne, hogy erről majd mindjárt beszélünk. Igen, hát egyébként félreértés ne esik, tehát hogyha egy kételkedő nézni esetleg a videót, mi nem a tudományt szidjuk. Abszolút, tehát a tudományos módszertant kell használni egy bizonyos szintig, igen. De egy bizonyos színnél azonban nem azt mondom, hogy nem kell a bizonyítás, vagy a megismételhetőség, stb., hanem az, hogy igenis vegyük figyelembe azokat a legendákat, alternatív teóriákat, amik esetleg igazak lehetnek. Ugyanis a tudományban is emberek működnek, ugyanúgy emberek, akik tévedhetnek, esetleg önös érdekük is származhat belőle. Hát rögtön nekem Zahi Hawass jutott eszembe, aki hát Egyiptomhoz elég erősen kapcsolódik. Most ugye Däniket mindig lehúzták, hogy sarlatán, mert börtönbe ült, meg hazudott, meg mit tudom én. Lehet, hogy egy része lehet, hogy igaz, sőt, de azért Hawassról is bőven el lehet mondani, hogy mennyit csalt, hazudott, azt hiszem őt is már megbüntették, nem tudom hányszor meg letartóztatták, tehát ilyen erővel akkor ezt a labdát oda-vissza lehetne játszani. Igazából bárkit fel lehetne hozni ebből a sorban. Igen. A piramisben egyébként nagyon érdekesek ezek a úgymond szellőző aknák, hát volt ez a Gutenberg akna, amit a 90-es években fedeztek föl, ugye be is küldték, azt hiszem Upuaut volt a robot neve, ha jól emlékszem. Hát ugye beküldték egy falba ütközött. Igen, beküldték egy titkos kamerába, falba ütközött. Azt hiszem utána valahogy feltörték, de utána is egy retesz következett különböző írásekkel. Utána valahogy elakadt az információ róla, többet, tehát volt egyfajta hírzárlat, nagyon sok egyiptológus is támadta egyébként ezt, hogy most ez micsoda, mi az a titkolózás. Hát én azóta sem hallottam róla, hogy nincs semmi, abszolút nincs semmi hír. Akkor sem tudták, hogy mi lett, tehát volt ez, hogy hagyományos szellőző akna, aztán mondták jelképnek, hogy mire ugye ott van a szarkofág, a fáró lelke azon libbent kifelé, tehát egyfajta jelképes járat, de utána azt hiszem hagyományos vonalon is mind a kettőt elvetették, mert annyira komplex és túlbonyolított volt, hogy ez fölösleges lett volna kiépíteni így. Plusz ugye a mostani hírek is ott vannak, hogy most is találnak szellőző aknákat, meg különböző járatokat, amik eddig nem tűntek föl. Tehát már annyira fejlődött a technika, hogy átvilágítják a piramist, és ahol különböző hőhatások vannak, meg hőmérséklet különbségek, a műszerek kimutatják. Ugye arról meg nem is beszéltünk, hogy a piramis alatt mi található esetleg. Szerintem ebben most bele sem menjünk. Nem, tehát ez már konkrétan a piramisokhoz annyira nem kapcsolódik, tehát itt már szóba jöhetne a feljegyzések csarnoka, a Sphinx is, stb. Erről majd egy másik részben beszélünk. Igen. Azt még a legendákhoz hozzáteszem, régen nagyon híres író volt a Barton, aki írta az Egyiptom titkai című könyvet, és neki van egy ilyen feljegyzése, hogy azt hiszem ez a 1800-as évek vége, vagy 1900-as évek eleje, hogy a piramis őröket meggyőzte, hogy ugyan éjszaka hadd menjen már be a piramisba, és volt egy ilyen, spirituális, szakrális élménye, hogy amikor ő ott feküdt, akkor különböző tájakat látott, és egy olyan helyen találta magát, ahol még fák voltak, és ilyen tógaszerű, fehér ruhában járkáló embereket. Ezt tökéletesen el tudom vinni. Igen, tehát itt meg már esetleg vissza lehetne vezetni az atlantiszi vonalra is az egészet. Nekem, én pont erre asszociáltam volna. Egy picit nem volt, ha előrébb haladunk? Nem. Úgyis az idő az mindig szűkös, tehát abból van a legkevesebb. Ezt a sztorit annyival szeretném kiegészíteni, hogy amikor Boszniában jártam, és megnéztem én is a saját szememmel, hogy ott Viszokóban valóban található-e piramis, akkor én megdöbbenve tapasztaltam azt, hogy valóban található ott piramis. Ráadásul olyan szerencsém volt, hogy részt vettem az önkéntes munkában, az ásatáson, komoly régészek mellett dolgozhattam azon a területen, és van egy helyi elbeszélés, ami mai napig is megállja a helyét, ugyanis aki kimegy ide a boszniai piramisok völgyébe, nagy valószínűséggel találkozik ezzel a történettel, én is a helyiektől tudtam ott meg, ami ugyanez a történet, amit te meséltél el, ugyanis azt mondják, hogy a piramisok völgyében, ott Viszokóban, ugye Bosznia-Hercegovinában van egy olyan energetikai energetikailag erősen kisugárzó pont, ahová az elbeszélés szerint 3 kisgyerek elment, játszott ott a téren, észrevettek egy ilyen vibráló, valamilyen fehér pontot, oda mentek hozzá, meg nyilván kíváncsiak voltak, és az volt a következő kép, hogy egy fehér márványszerű kövekkel kitett járdán mászkálnak, érzik a tengernek a levegőjét, érzik a bőrükön a szellőnek az érintését, és körülöttük fehér lepelben, tógában lévő emberek mászkálnak, de ő nem szólt hozzájuk senki, és hogy előttük, a távolban ott van egy nagy fehér palota. És mennek, de arra lettek figyelmesek, hogy már mennek vagy 10 percet, de nem haladtak még egy métert sem. Csak mennek, és akkor következő kép, hogy megint ott vannak ugye a réten. És a legkeményebb visszacsatolás az egész történetben, hogy ők nagyjából egy 10 perc eltűnésről beszélnek, még a valóságban a gyerekeknek a szülei már eltemették a gyerekeket, ugyanis 6 hónap telt el az eltűnésük óta. Tehát elképesztő. Nyilván én csak arra tudok következtetni magyarázatként, hogy... És az egyik az a tény része. A tény része az, ami számomra elfogadott, hogy ezek a szakrális épületek, akár mint a piramisok is, olyan energetikailag erősen kisugárzott pontokon épültek, ahol akár ezek az anomáliák fizikálisan is megjelennek és tapasztalhatóak. Ezzel teljesen egyetértek, attól függetlenül, hogy Boszniával kapcsolatban elég szkeptikus vagyok. Ezt ki szeretném fejteni, hogyha esetleg ezt a részét... Tied a szó, még... parancsolj! Na, tehát... nem, hogy folytatom. Jó, rendben van. Tehát jó, akkor a Egyiptomot most hagyjuk, mert szerintem mindent elmondtuk róla. Tehát a Bosznia... Ez dióhéjban, ezért még beszélünk. Dióhéjban biztos vagyok benne, csak most ennyi fél vele. Igen. Boszniával kapcsolatban viszont én tényleg a szkeptikusabb vonalat képviselem. Én nagyon szeretném, hogy az tényleg piramis legyen, de nekem egyelőre nem úgy tűnik. Hát most nyilván sokak tetszését ez nem fogja elnyerni, mert látom nagyon sok a boszniai piramisos, és úgy, hogy rajongó, most jobb szót nem találtam rá. Hát ugye eredetileg Szemir Osmanagić tárta föl, van a holdnap és a föld piramis. Én nem is értem ezt az elnevezést. Több van ott, de ugye ez a három a leghíresebb. Ismertebb, igen. Nekem az a problémám, hogy még valóban egyet nem tártak föl teljesen, de már az összes többi már el van nevezve valami képen. Igazából már itt van egy tévhit, mert hogy egy piramis sem tártak föl Boszniában. Ugyanis a bosnyák kormány ezt nem engedélyezte. Különböző indokokkal, de most ebbe kár is belemenni, mert ugye nagyjából ugyanaz lenne, mint az összes többi piramis történeténél. Az tény, hogy elkezdték feltárni, akkor még engedélyezte a bosnyák kormány ezt a lehetőséget, viszont amikor Osmanagić azt észrevette, hogy itt konkrétan öntött betonból készült falat talált egy piramis struktúrának nevezhető hegyoldalba, akkor azt mondta a bosnyák kormány, hogy itt, és akkor itt vége van az ásatásnak, természetvédelmi okokra hivatkozva. Na most, de az ásatás most is folyik, mert ugye ahogy oda mennek a turisták... Folyik, viszont tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor most ássuk a piramist, mint ugye Mexikóban a nappiramisnál, Teotihuacánban. Bár ugye arra is azt mondták, hogy ez egy domb. Igen, ez tény. Aztán 20 év alatt lepucolták, és a világ legnagyobb piramisa ott volt, és ott van a mai napig. Úgyhogy én tényleg szeretném azt, hogy Boszniával is ez legyen a történet. Csak amit mondani szerettem volna, hogy nem tárták fel. Körülbelül 50 év még, mire azt fel fogják tárni, legalábbis ebben a tempóban, és ebben a stílusban, ahogy úgymond fekete ásatásnak is nevezhetjük ezt az egész történetet. Egyetlen egy engedélyezési formája van ennek a kivitelezésnek, az pedig az egyik alagútrendszeren való bejutás. Ezt próbálja most Osmanagić és csapata is, immáron, ha jól emlékszem, 14 éve. Annyival biztos, hogy van, igen. És körülbelül 2000 métert haladtak eddig a piramisnak az irányába. Viszont az tény, hogy ott tényleg van egy alagútrendszer, tehát jártam is ott, tényleg itt egy pár képet meg is tudok mutatni, illetve azt a struktúrát, ahogy a völgy elhelyezkedik, illetve a gyerekeknek az eltűnési pontja is látható rajta. Most értelemszerűen néző úgy is azt mondja, hogy a Petinek hiszek, mert ő hiszen ő ott volt, és részt vett az egészben. Nem kell egyébként egyikünknek semmi. Nem biztos lehet. Tehát én csak azt mondom, hogy oda kell menni és meg kell nézni. Igen, én szeretnék egyszer oda menni, addig úgymond, hogy jobban értsen a néző, én egy tartózkodó álláspontra helyezkedek, mégpedig abból az okból kifolyólag, amit itt Peti elmondott, azt részben elfogadom, de például, hogyha nagyon logikailag meg akarom közelíteni például a legendát is, ugye nagyon sok ilyen múltbéli legenda is van, főleg a folklórból, hogy valaki bement egy átjárón, ott tartózkodott, azt hitt, hogy fél órát volt, aztán visszatért és eltett több hónap. Ez oké, ez egy nagyon sok legendában előfordul, szerintem van is valóság alapja. Biztos. Ha ez napjainkban történik meg, ott azért kell lennie a legendán túl valami rendőrségi hírnek, szaksajtónak, hogy eltűnt két gyerek, nem találták meg őket, stb. Stb. Aztán hirtelen módon még elő is bukkannak, tehát ezekről viszont nem láttam semmiféle irodalmat, csak úgymond a legendát én is ismertem, de úgymond, hogy tényleg, hogyha eltűnik két gyerek, és keresik, annak kell lennie valami hírértéknek is. Főleg úgy, hogyha bizarr körülmények között újra előkerülnek. Erre nem találtam úgymond bizonyítékot. Teljesen jogos a feltevés egyébként, tehát ezt én sem tudom most itt megpiszkálni. Igen, de viszont amit mondta, hogy különös helyeken helyezkednek el ezek az építmények, nem véletlenül helyezkednek el ott, azt teljesen meg tudom érteni, és teljesen el is tudom fogadni, mert is ezt gyanítom, amit te. Viszont amiért én kételkedek úgymond a boszniai piramisokban, tehát alapvetően az, amit elkezdtek föltárni, az csak egyik oldalról tűnik piramisnak, az összes többi légi felvételem, vagy hogyha másik oldalról fotózzák, már csak sima dombhátnak tűnik, nem tűnik piramisnak. Jó, de ez is magyarázható, mert nyilván, hogyha egy olyan szögből nézed, ahol nem a tipikus gula szerkezet jön ki, akkor igazából látszik az is, hogy benőtte már az erdő. Tehát, igen, ez annyi, jó ér, igen, annyi, igen, tehát annyi föld, rajta, meg növény igen. Keletkezett rajta az idők során, hogy ez lehet egy magyarázat. Igen, ez mondjuk részben igaz. Ami viszont eléggé nem tetszik, és azért remélem egyetértesz, hogy nagyon sok kamu hír jelenik meg ezzel kapcsolatban, hogy most már hivatalosan 29 000 évesek a boszniai piramisok, aztán fél évvel később akkor a 40 000 évesek. Igen. Először is egyrészt, hogy állapították ezt meg, mikor még feltárva sincs teljesen. Másrészt mi az, hogy hivatalosan, mikor hivatalosan el sincsen fogadva, hogy ez egy piramis. Tehát milyen hivatalos adatra hivatkoznának itt? Válaszként egyetlen egy dolgot tudok mondani. Valóban történt olyan az alagútrendszer feltárása során, hogy olyan fadarabkát találtak, ami feltehetőleg valamilyen vízáradat során kerülhetett oda, körülbelül 40 000 évvel ezelőtt. Tehát ugye szénizotópos vizsgálattal valóban meg tudták csinálni, ráadásul pont a lengyel, hirtelen akartam mondani, Tudományos Akadémiának a munkatársai végezték ezt a kísérletet. Valóban hiteles ez a mérés, hiteles ez az adat, ez egyébként bárki számára elérhető az interneten is, de a könyvben is beszámoltam erről. Na most ugye itt, tehát most csak azért, mert veled beszélgetek, másnak lehet, hogy másképpen próbálnál ezt megfogalmazni. Mondd el, amit ének mondjak, igen. Tehát, hogy az is lehet magyarázat, hogy az a fadarab tényleg valamilyen földcsúszamlás által bekerült oda az alagút rendszerben. De ebből még nem adódik, hogy maga az egész. Igen, de itt nem arról volt szó, hogy maga az a beton történet, amit kivizsgáltak, hogy az 40 000 éves. Igen. Hiszen a színizotokkal meg se tudják vizsgálni, igen, ugye, ez nem egy éghető anyag. Csak ezt már a hírben nem teszik bele, tehát azért vannak ilyen csúsztatott hírek, úgymond a téma rovására megy, tehát hogyha valaki tényleg azt mondja, hogy na akkor én most megvizsgálom ezt az egészet, akkor sajnos belecsúsznak ilyen hírek, ami pont hogy a kételkedő oldalra böki a mérleget, vagy dönti a mérleget. Viszont, és hogy most a másik oldalt is egy kicsit megtámogassam, azt is meg fogom majd mindjárt. A kövek közötti kötőanyag, és ez tényleg látható ott a helyszínen, erről is majd mutatunk képet, látható az, hogy annyira jó a minősége, még ennyi idő után is, ugye még nem tudjuk, hogy mennyi ez az idő, hogy a mai napig nem tudunk ilyen jó minőségű betont, illetve kötőanyagot előállítani. Tehát, hogy ipari szinten sem. És azért ebből lehet következtetni arra, hogyha tényleg levonjuk, hogy mondjuk x idő alatt hány év telt el, hogy nem tudom hány méter föld keletkezett ezen az építményen. Rengeteg időnek kell eltelnie ahhoz, hogy ilyen mennyiségű földkéreg rakódjon le egy felszínre, bármilyen struktúrára, ez teljesen független, és ugye abból meg már lehet következtetni, hogy nyilván az előbb került oda, tehát nyilván jóval régebbi, tehát akár a duplája is lehet az az időintervallum, ami a kora egészen pontosan. Hát jó, oké. Én az miatt is vagyok még kételkedőbb, hogy ugye nagyrészt, hogy ahogy Peti mondta, hát ő be vannak tiltva az ásatások. Én nagyon sok úgymond oda járó embernek a beszámolóját elolvastam, fényképeit megnéztem, tiédet is persze, stb. Stb. Sajnos volt, aminél azt vettem észre, hogy ugye Osmanagić odaviszi a csoportot, mindenkinek bemutatja a helyet, elmondja az ismereteket, stb. Stb. És ugye a kezébe adja az ásót, tessék, részese lehetsz egy olyan dolognak, ami nem mindennapi, részese lehetsz annak, hogy te kiásod a piramist, tehát úgymond amatőr kezébe adja oda az ásót. Én tényleg nem lehet degradálni akarok valakit, de például egy ásatása azért ott ki kell tanulni, hogyha találsz valamit, akkor hogyan ismerheted fel, hogy ez tényleg valódi, úgymond erekje, vagy régi tárgy, vagy csak modern. Tehát itt, hogyha odaviszik Mari nénit, és akkor ő belevágja az ásóját egy romásírásos egy leletbe, hát akkor ott kapnék szívbajt. Tehát az a baj, hogy javítok, jó? Mert igen, valóban ez van a köztudatban, helyszínen ez nem így történik. Tehát ugye az imént említettem azt, hogy nem engedélyezett az ásatás. Valóban a piramis komplexumnak körülbelül a 75%-án ez kivitelezhetetlen. Itt nem csak a természetvédelmi értékekre hivatkoznak, hanem leginkább arra, hogyha meg van bontva a felszín, akkor az esővizet nem tudja felvenni az erdő, tulajdonképpen nevezzük erdőnek most jelen pillanatban, és az a vízmennyiség egy az egybe rázúdulna a városra. Ez a hivatalos magyarázat. Azonban a piramisnak az egyik, a nappiramisról beszélünk most, ugye? Igen. Mert hogy az az ominózus eset. Annak az egyik oldalán viszont ez engedélyezett, hiszen az pont nem a városnak arra az oldalára néz. Na most, az, hogy oda megy Mari néni és belevágja az ásót, meg a csákányt a piramisnak az oldalába, ez nem így van. Nem így van. Ez úgy működik, hogy vannak bizonyos kisebb területek, lebontva régészek csoportjai között. Nyilván ott tényleg régészek dolgoznak, megnézik, megvizsgálják azt a területet, hogy az milyen állapotban van egyáltalán, mennyire biztonságos ahhoz hozzányúlni, tényleg mindenféle előírás betartanak, tehát tényleg ők sem csak úgy nekiesnek ész nélkül az egész történetnek, és amennyiben úgy látják szaktudásuknak megfelelően, hogy ez biztonságosan megbolygatható, akkor abban az esetben odaadják Mari néninek az ásót, csákány nem, de ásót azt igen kapnak, és azt is csak nagyon vékonyan és nagyon finoman, az is meg van mutatva, hogy hogyan azt az ásót, tehát nem így vágja bele az ember, hanem érzéssel, mint a lovat, tudod? Hát jó, oké, és csak akkor is még ott a felszíni rétegekben is akár találhat valamit véletlenszerűen. Nincs kizárva semmi, persze. Most nyilván nem mi vagyunk az ásatás vezetői, valószínűleg te is, meg én is ezt másképpen csinálnak. Nem tudok erre mit mondani. Számomra egy fantasztikus élmény volt az, hogy ott lettem. Attól függetlenül, hogyha még az is bebizonyosodik, hogy az nem piramis, bár én mondom ezt a nézetet képviselem, hogy már pedig az piramis, olyan energetikai mozgások vannak, ami fizikálisan érzékelhető. Tehát teljesen egyértelmű, hogy egy olyan lejvonal csatlakozásnál vagyunk, ugye, ami a világrács elméletben tökéletesen beleillik, pontosan ezen a területen, az már csak még egy kérdést vet föl, hogy akkor miért ne lenne piramis, már hogyha tényleg ott van, tényleg azokon a területeken, tényleg ott futnak össze ezek a szálak, tényleg érezni az energiát, és tényleg úgy néz ki, mint egy piramis. Hát akkor miért ne lenne az? Mint a világ másik tájain. Jó, akkor ez a te véleményed. Ez az én véleményed. Ez a te véleményed, elfogadom, mikor nem is értek vele egyet. Teljesen. Az én véleményem az, Egyébként egyszer találkoztam Osmanagićsal, tehát tartott itt előadás Budapesten, igen, nem is egyszer, nem kétszer. Igen, meghallgattam, érdekes volt. Azt lehet mondani, hogy van, amiben egyetértek vele, van, amiben nem értek egyet. Az én komplex véleményem, tehát hogy azért félretegyem kicsit a szkeptikusabb oldalt, szerintem az egy természetes képződmény. Ettől függetlenül nem tudom kik, nem tudom mikor, használták beavatási, vallási vagy bármilyen más célokra, tehát mert pont egy olyan ponton fekszik, amit éppen Peti említett, mert ugyanis a piramist, most én is ezt mondtam, a piramistnak, tehát a piramis... Így kezdődik az agymosás. Ez már a... Júj! Másik rész nem lesz, megszűnünk. Na, tehát, mert hogy az építmény vagy a dom tetején találtak egy templomot. Tehát ez vár, egy középkori vár volt, igen, vár, az igaz. Templomot. Tehát a maradványok most is ott vannak. Szerintem az ottaniak, akik azt meglátták az egész természetes képződménybe, tehát a piramisos formát, ők úgy gondolták, hogy akkor ezt és a különböző meccéspontok miatt is használják valamiféleképpen. Ezért található ott a vár vagy a templom, ezért találnak olykor leleteket a járatokban. Igen, azt ők is kiáshatták, de nem azért, mert az egész nagy egy piramis lenne, hanem csak arra használták, úgymond szimbólumként is értelmezhették az egész dombkép vagy hegyképződményt. A másik pedig, hogy igen, találtak régészeti leleteket is. Tehát én egyelőre azon az állásponton vagyok, nekem ebből nem derült ki etigiekből, hogy ez piramis lenne, az derült ki, hogy igen, használták valamilyen célra a hegyet. Ennyi. Jó, köszönöm szépen. Megelégszel vele? Hát egyelőre aztán egyelőre. A másik pedig egyébként, azt majdnem elfelejtettem mondani, tehát van egy úgymond egy alternatív geológus, Robert Schoch, nem tudom, jól mondom a nevét, aki a Sphinxnél azért meghatározta, nem annyira korra, mint ahogy a mainstream történészek elfogadják, hanem sokkal-sokkal régebbi. Ő elutazott Boszniába is, mert értelemszerűen nagyon érdekelte az egész dolog, de ő szintén azon meghatározáson van, amin én is. Tehát neki érdeke lett volna úgymond, hogy azt mondja, hogy tessék, itt egy újabb bizonyíték arra, hogy itt sokkal régebbi civilizációk is voltak, és erre egy újabb bizonyíték a Boszniában található piramisok, de ő azt mondja, hogy ez egy természetes képződmény, igaz, találhatók ott régészeti leletek. Tehát ez csak azért említem, hogy meg lett volna az okorá, hogy ez bevegye a listába a bizonyítékai közé, de mégse tette meg. És az az érdekes, hogy erre még valóban lehetne az magyarázat, hogy tényleg azért vannak ott régészeti leletek, mert mondjuk ott voltak előtte az etruszkok, vagy éppen a lagoliták, mert egyébként például Szakács Gábor, amikor kint volt, és ő is ugye felkutatta a helyszínt, annak okán, hogy ugye székely magyar rovásírást találtak, hogy most akkor valóban székely rovás van ott a helyszínen? És akkor már egyből magyar a piramis. Tehát, hogy nem erre kell gondolni, ugyanis... Ezt örülök, hogy kihangsúlyozod. Tehát nem azt... kell itt tényleg kihangsúlyozni, hogy itt székely magyar rovásírást találtak, ugyanis, tehát mondom, legelső körben az Osmanagić is azt mondta, hogy ez glagolita ABC, glagolita írásokat találtak ott a helyszínen. Na most nem. Tehát ha megnézzük a glagolita ABC-t, illetve a székely magyar rovásírást, akkor teljesen egyértelmű, hogy az előbbinek semmi köze nincs hozzá, a másiknak viszont igen. Na most, még egy nagyon fontos dolgot ide be kell tenni, és szerintem ez a legfontosabb, hogy a székely magyar rovásírásnak az írásjelei, azok kísértetiesen hasonlítnak a rónáknak az írásjeleire. Igen. Akár azt is mondhatnám, hogy egy az egyben ugyanazok, és akkor már itt végül rátérhetünk arra, hogy a magyar az egy kozmikus nyelv, igen. Mert nincsen kizárva, hát ugye rengeteg lelet van a világ minden táján, ami a székely magyar rovásíráshoz köthető, de csak mi nevezzük székely magyar rovásírásnak, ugye Forrai, illetve magyar Adorján után. Szóval, hogy ezt nagyon fontos még így megemlíteni és észbe tartani, hogy nem erre kell gondolni, arra viszont nyugodt szívvel gondolhatunk, hogy élt a világon egy piramisépítő kultúra, aki már nincs itt, elment. Ehhez viszont csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ez véleményem szerint is látszik a boszniai komplexumnál, hogy ott valaki nagyon gyorsan sietett, és valamit nagyon maga mögött akart hagyni, és minthogyha valóban be lett volna robbantva ez az egész történet, és csak a hordalékanyagokat szedik ki már 14 éve az alagútrendszerből, hogy bejussanak a piramisba egyáltalán. Na most, amikor ott álltunk a bejárat előtt, és ugye most az alagútról beszélek, az alagútrendszerről, már ugye fel volt tárva körülbelül 1200 méternyi alagútrendszer, hossz, illetve szélti irányba. Több megalitat is találtak a helyszínen, amin nem csak írásjelek voltak, hanem egy nagyon-nagyon kifinomult munkának a nyomait lehetett észrevenni ezeken a leleteken. Én egyből azt mondtam, hogy ezt nem emberkéz készítette. Ettől függetlenül élhetett előttünk egy olyan civilizáció, aki erre volt képes, és ebben hagyott üzenetet az utókor számára. De ez egyelőre megfejthetetlen a számunkra, legalábbis jelen tudásunk szerint. És amit mondani akartam, és ez nagyon bennem van még a mai napig, Osmanagić is ott azt mondta, hogy minden, amit a paleoasztronautikáról, a földön kívüliekről és a spiritualitásról jelen pillanatban tudunk, és elérhető számunkra, az mindig az. És már ez a mondat így azért belém állt egy kicsit, hogy fú, jó helyen vagyok, végre. És akkor így bementem az alagútba, megláttam ezeket a leleteket, és akkor értettem meg, hogy miről beszél. Tehát, hogy tényleg összeáll a kép, és tudod, amikor megérinted ezeket, érzed azt, hogy teljesen más az energetikája a helynek, az alagútnak, tehát, hogy nincsenek életformák, csak a gomba él meg egyedül, és nagyon érdekes fényképeket, meg kamerafelvételeket lehet készíteni. Arra gondolsz, mikor ilyen orb-szerűséget? Konkrétan az orbokra gondolok, igen, tehát ezek ugye a fénygömbök, amiket egyébként ti is bármikor tudtok bármilyen, akár egy telefonnal készíteni. Nyilván azért ki kell szülni a rovarokat, a füstöt, a porszemeket, igen, ezeket. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy volt ilyen a mi saját felvételeinken is, de azt már nem tudom elképzelni, hogy mindig szemcsés volt a lencse, vagy úgy tükröződött. Nem, ezt nem akarom elfogadni. Főleg, hogy materializálódott formában is sikerült lencse végre kapni ilyen orbokat. Én szeretném, hogy erről majd beszéljünk a későbbiek során, jó. Mert biztos, hogy ez egy érdekes történet lesz. Ugyanis erre van egy külön kutatási ág, ami Stephen Greernek az egyik specialitása, és reméljük, hogy hamarosan nekünk is az lesz. Remélkedem mi is benne. Annyit még azért hozzátennék, mielőtt átlépném Dél-Amerikába, hogy el kellene dönteni tehát azt a boszniai kutatóknak, hogy el akarják-e fogadtatni, hogy ez tényleg egy piramis, vagy úgymond idézőjelesen mennek a maga fejük után, és akkor hogy tárják fel az egészet. Ugyanis nem arról van szó, hogy ők nem fogadják el a hivatalos nézetet, én nem ezen akarok úgymond fönnakadni, hanem ahogy említetted Peti, ezeket a spirituálisabb dolgokat, na most ezeket már tényleg nem lehet beadagolni egy régésznek, egy történésznek, tehát most döntsük el, hogy csak szimplán a helyet vizsgáljuk régészeti, történelmi szempontból, vagy belevonjuk ezeket a spirituálisabb, szakrálisabb dolgokat is. Ugyanis, hogyha ezt belevonjuk, akkor azt szerintem teljesen el lehet felejteni, hogy ezt valahogy hivatalosan teljes egészében kompletten elfogadják. Ezért mondom azt, hogy aki meg azt mondja, hogy engem nem érek, hogy elfogadják el, vagy nem, ez akkor is itt van és kész, punktum, akkor az meg hát ugye... Csak ugye pont az van, hogy ezeket a dolgokat nem tudjuk szétválasztani egyiket a másiktól, mert hogy ezek egymásra épülnek. Igen. Tehát akár itt Egyiptomnál, Mexikónál, teljesen mindegy, hogy milyen paleoasztronautikai helyszínt vagy építményt emelünk ki, a spiritualitás megjelenik. Akár az ő történelmükben, vallásukban, teljesen mindegy, vagy a mai embereknek a gondolataiban, ugyanúgy akik még ott a helyszínen élnek, vagy azt mondják magukról, hogy ők valamilyen leszármazottak, gondolok itt mondjuk az olmékokra, toltékokra, maják, aztékokra, teljesen mindegy, és az is teljesen mindegy, hogy erre a spiritualitásra gondolunk, vagy arra a lelki felemelkedésre, amit mondjuk a mainstream állít. Igen. Mert azért ott már vannak csúsztatások, tehát hogy ezeket kellene úgy egyensúlyba tenni, hogy egy teljes képet kapjon az ember. Hát igen, az csak meg kicsit teljesen másabb az, amikor olvasunk egy legendát és akkor azt mondja, hogy ez szakrális hely volt. Igen. Vagy az, hogy most oda megy valaki és azt mondja, én már érzem az energiát, meg jönnek körém a fénygömbök. Érezheti az energiát. Ezt elhiszem, csak ezt már tényleg nem lehet úgymond beadagolni az ellenoldalnak. Nem. Igen. Jó, szerintem egyenlőre hagyjuk most Boszniát és lépjünk tovább. Dél-Amerika jöjjön akkor szerintem. Legyen, vagy jó. Mexikó, teljesen mindegy. Igen. Teotihuacán, ott is lépcsős piramis van. Hát nem hiszem, hogy nagy meglepetést okoznék, mikor azt mondom, hogy nem tudják ki építette, meg azt sem, hogy mikor. Úgyis magát az egész helyet azt csak úgy megtalálták, és akkor oda telepettek le a toltékok és a későbbi népek is. Voltak feltételezések, hogy milyen korábbi népek építhették, de ez úgymond nem nyert bizonyítást, tehát ez csak ilyen találgatás, azt lehet mondani, hogy a környező népeket megvizsgálták, hogy nem-e ők építették valamikor, de nem került soha, hogy ezt 100%-osan bizonyították volna. Nagyon érdekes, hogy ugye ott vannak ugye a piramisok, meg a holtak útja, és ugye a holtak útja ugye összeköti mindegyiket. Hát ezt pár éve ezelőtt véletlenül vettem észre, meg aztán már más is belinkeltekem, hogy egy az egyben erre a mintára épült a Vatikán, a Szentpéter-tér és a Bazilika is. És be is fogom ide vágni a két képet, ugyanabból szögből, ez szinte hihetetlen, és ez egyértelműen nem lett véletlen, hát lekoppintották. Egyrészt van valamiféle építészeti tudás, mélyebb, bocsánat, magasabb szinten, szakrális építészet, igen. Tehát itt megint van egy utalás van magasabb dologra, nem csak az, hogy hát ide teszem az építményt, meg oda teszem, van ennek egy mélyebb tartalma is. Hát egyébként, hogyha megnézzük, és most ezt jó, hogy mondtad, itt nem csak ugye ezekről a paleoasztronautikai építményekről van szó, hanem mondjuk akár Magyarországon megnézzünk egy picike kis kápolnát, az is hova van építve, energetikailag kisugárzó pontra. Tehát akik ezeket építették, teljesen mindegy, hogy kik és mikor, azok nagyon jól tudták, hogy hova kell építeni, és hogy az merre nézzen, tehát hogy még a tájolása is megvolt annak. Hogy süt be a nap? Hogy látszik a hold állása? Ugye csillagvizsgálóként, meg naptárként is használták ezeket a kápolnákat. Tehát akár, hogyha felmész a Mátrába, ott is találsz vagy 4 ilyet. Igen. Nyilvánvalóan volt egy olyan időszak, amikor direktbe olyan helyekre építették ezek az építményeket, csak aztán valahogy ez a tudás úgymond elkallódott, vagy nem is tudom, hogy mondjam, amikor már a jelen felé haladva nem válogatták meg úgy a helyeket, és akkor építkeztek minden felé. Én nem mondom azt, hogy elkallódott ez a tudás, szerintem ez a tudás a mai napig nagyon-nagyon megvan, bizonyos szinten megvan. Hát akkor gondolom, hogy jelentőségét veszítette el bizonyos köröknél. Jó, maradjunk ennyire. Jó. Egyetért látjátok. Egyébként maga az, hogy Teotihuacán azt jelenti, hogy az Istenek születési helye, lefordítva, hát azt hiszem, hogy ez is sokat mond azért, hogyha valaki belemélyed a ősi idegenek kérdésébe. Hát most vagy az Istenek, tehát a földönkiek építették valamikor, vagy itt szálltak le ezen a területen, úgy, mint például a sumereknél ott volt ugye Eridú. Tehát egyfajta, ez is köthető a földön kívülekhez, azt lehet mondani. Itt van még Csicsen Itza is, ott is vannak érdekességek, ott van a Kukulkán piramisa, ami ugye Kukulkán Istenről kapta a nevét, róla is nagyon sok legenda található meg. Nagyon érdekes, mert 91 lépcsőfok van egy oldalon, ami fenntalálható emelvényen együtt éppen 365 fokot ad ki, tehát 365 fokot pont az év egy napján úgy süt rá a napfény, mint hogyha mászna le a kígyó. Igen, tehát a tavasz és napfordulókor viszont meg visszamászik. Igen, pont úgy vetülnek az árnyékok, hogy az árnyékok olyan mozgás hatnak, mint egy kígyó hullámzana, és lent a piramisnak az aljában ott egy kígyónak a feje kifaragva. És hát Kukulkánnak ez is a lefordítva tollas kígyó a megnevezése. Tehát ugye ez is utal arra, hogy az égből érkezhetett egy isten, aki, tehát most nem mondjuk azt, hogy ő építette meg ezt a piramist, de hogy köze volt hozzá, az biztos. Vagy az ő tiszteletére is. Megemlíteném még itt Palenkét, ugye ott van a lépcsős piramis. Legfontosabb Palenké szerintem. Ajaj, majd mindjárt meglátjuk. Ahol ugye megtalálták Pakal királynak a sírfedelét. Hát ugye Mindenki ismeri szerintem ezt a fel, de lehet egyik leghíresebbet, pont Däniken által, én nem tudom hányan haragudtak meg rá a régészek közül, mert ugye azt mondta, hogy egy űrhajóst ábrázol, ugye Pakal király beült egy ilyen rakétaszerű járműbe, és ezt ábrázolja ez a fedél. Igen. Hát ez az egyik legnépszerűbb elmélet a paleoasztronautikában, és ugye hát mondta Peti, hogy ez nagyon fontos megemlítés, gondolom azért, mert számára bizonyíték erejű. Számomra bizonyíték erejű, mégpedig azért, mert hogy ebből készítettek egy háromdimenziós reliefet is, és valóban ki tudták úgy alakítani, ugye a szarkofágnak a mintázata alapján, hogy ez valóban egy űrhajó volt, amiben maga a király ült. Tehát, hogy lépkedett a pedálon, maszk volt az orrán, nyomkodta a gombokat, stb. Tehát, hogy én nem gondolom ezt egy földtől elrugaszkodott ötletnek, vagy teóriának akár, hanem tényleg azt ábrázolták, amit láttak. Hát én viszont... Most megint kételkedni fogok, ne haragudjatok, most komolyan, mert előbb már a boszniai piramisoknál elveszítettem 100 feliratkozót, most el kell 200-at. Nem, de most én régen nagyon hittem ebbe a Pakal sírfedélbe, aztán elkezdtem utána nézegetni a fedelen lévő szimbólumunknak, leírásoknak, stb. És próbáltam így logikailag is megközelíteni az egészet. Ami nekem nem tetszik, például az, hogy a sírfedélen ugye nagyon sokféle ábra van, ugye ezek az amerikai civilizációk nagyon komplex ábrákat készítettek, de nagyon bonyolultakat is, néha már követni se lehet annyira. Hát a sírfedélen lévő ábrák egy jó része külön-külön is mindenfelé megtalálható a piramisokon és más ábrákon. Tehát, hogyha azt akarnám kihozni, hogy ez egy űrhajó, akkor az űrhajónak a külön-külön darabkáit ábrázolták mindenfelé szétszórtan, az úgy már nem nagyon állja meg a helyét. Hát de nem mondta senki, hogy a darabkáit ábrázolta. De épp ez az, hogy ezek az ábrák, amik ott vannak a fedélen, külön-külön mindenfelé máshol, másmilyen részeken is megtalálhatóak, tehát mintha a darabkái lennének. Tehát, hogyha ezek valóban űrhajónak a alkatrészei, akkor miért ábrázolták volna úgymond az alkatrészeket mindenfelé szétszórtan? Úgyhogy már nincsenek egybefüggően. Hát, hogyha most a te eszeddel kellene gondolkodnom, ami nem fog menni. Köszönöm szépen! Akkor valószínűleg azt a magyarázatot adnám rá, hogy azért, hogy a titok azért ne legyen olyan egyszerű, ne legyen egyszerű megfejteni, és tegyenek az utókor számára azért egy kis fejtörést is. Tehát igen, szedjék össze. Hát ahhoz képest Däniken elég könnyen megfejtette a titkot. Hát ez nem mondta, hogy megfejtette. Ezt ő sem jelentette ki, csak annyit mondott, hogy ez Pakal királyt ábrázolja, ahogyan ül egy űrhajóban. Ő ennyit állított. És ezt az állítást én is ugyanúgy elfogadom. A másik egyébként még, hogy Däniken még úgy kezdte meg ezt az állítást, hogy ő egy ilyen jackiben ül az űrhajóban, mikor rámutattak, hogy a jackinek a dolga, ez valójában ékszerek a Pakal kezén, meg állított, egy karóra van rajta viszont. Akkor már elhagyta a jackit, akkor már csak csopaszon ül az űrhajóban, tehát ő is azért fejlesztette úgymond tovább ezt a nézetet, próbáltak korrigálni, de logikailag azt viszont... Megmutatjuk a képet, hogy igen, erről van szó. Persze. Én viszont azt logikailag nem nagyon tudom levezetni, hogy egy ilyen... Tehát Pakalnak nyilvánvalóan valamilyen szinten kommunikáltak a földönkívüliek, hogyha azt vesztük. De Pakalnak megvan egy bizonyos intelligenciája, amit úgymond az adott korszak embere nem tudott átlépni, mert nem volt annyira okos. Pakal királyt miért ültetik bele egy űrhajóba, egyértelműen, hogy egy ilyen uralkodó bármilyen eszes is legyen, nem tudott volna kezelni vagy vezetni. Te el tudsz képzelni egy ilyen félcsupasz uralkodót ágyékkötőbe, akit beültetnek a hiper-szuper földönkérek egy ráadásul egy rakéta űrhajóba, tehát egy olyan... De várja. Amit ő vezet, megkapcsolgatja a beállításokat. Nem. Rossz a meglátás. Miért? Szerintem. Miért ültetnék be? Hát épp persze, hogy az ábrán úgy, hogy ott ül benne. Hát igen, mert hogy működőképes a szerkezet, azt próbálja megmagyarázni, azt próbálja bemutatni az utókor számára. Szerintem az a teória, amit most te látsz, az téves. Most ne arra úgy ezt mondom, azért gondolom ezt tévesnek, mert tehát nem az, hogy a földön kívüliek beültették őt egy űrhajóba, hanem nagy valószínűség szerint pont Pakal király volt a földön kívüli, ő volt az istenség, aki ide érkezett egy földön kívüli technológiával, adott valamit a majáknak, adott valamit annak a civilizációnak, nyilván tudást, amit egyébként te is, mint magas építész, azért jó szerrel el tudsz képzelni, hiszen azokat a köveket, hogy a francban sikerült összeolvasztani. Most kicsit eltértünk a piramisoktól, tehát a benne található leletről beszélünk. Igen, de azért hozzá kapcsolódik. Hát igen, végül is ezt is hallottam, vagy olvastam, hogy ő lett volna a földön kívül, de akkor megint az, hogy őt miért fél csupaszon, miért ilyen ékszerekkel. Ez csak egy ábrázolás. Jó, de hát akkor ez olyan, hogy most az ábráról csak azt fogadjuk el földönkérek, amin még belemagyarázható, a többit azt meg szimbolikusan fogadjuk, tehát ez már nagyon ilyen kétélű, hogy ez a része még ilyen, de az a része már nézd, nem olyan. Hogyha, igen. Én tökéletesen el tudom azt képzelni, akár az egyiptomiaknál, akár a suméroknál, hogy nagyon sok olyan istenség volt, akiket nem lehetett úgy ábrázolni, ahogy azok valóban kinéztek. Nyilván egy-kettő lelet fennmaradt róluk, hogy feltehetőleg így néztek ki. Ugye a suméroknál például ott vannak ezek a gyíkszerű lények is. Most nem abban akarok belemenni, hogy akkor ők most gyíkemberek voltak, vagy valami, mert nem, teljesen távol áll tőlem ez a gondolat, de az, hogy valami közük volt ehhez, mert nyilván a kisújúból nem szívja ki az ember azt, hogy itt egy istenség, és akkor ő most egy gyíkember érte. Tehát, hogy valami valóság alapja kellett lennie ahhoz. Az már megint egy másik terület, ami számomra elfogadható. Értem, csak hogy ugye ugyanaz maga az elmélet, hogy ugyanúgy emberként ábrázolták Pakal királyt, közben lehet, hogy ő is pont úgy nézett ki, mint egy gyíkember. Most mondtam valamit, ami egyébként sokkal logikusabb lenne, hogyha már csak ugye a Kukulkán kultuszból indulunk ki, mint tolvas. De nem is teljesen emberként van ábrázolva a Kukulkán. Értem, de Pakal is. Vagy lehet, hogy egy leszármazott, vagy egy hibrid, vagy tehát jó, most már elkanyarodtunk a témától, de lehet ez is. Tehát, hogy a kategóriába, illetve az elméletbe szerintem simán beletartozik. Hát nem tudom, figyelj, de például ott van a Pakal orránál található az a kis bigyóka, ott a légzőmasz. Na hát az is azt van mondva, hogy ez légzőmasz. Én megnéztem egy csomó Pakal ábrázolást, dél-amerikai, észak-amerikai ábrázolásokat. Egyértelmű, hogy az ott nem légzőmasz, hanem egyfajta ékszer, esetleg egy csont is lehet ott átszúrva. Úgy mint egy mandula, tehát. Azt tudni kell, hogy ezek a népek ugye azért azt szoktuk mondani, hogy testmódosításokat is végrehajtottak. Ez igaz. Ilyen területen mitől nyakat nyújtották, meg másra a koponyát. Hát én úgy láttam, hogy ők pedig itt tetováltatták magukat, mindenféle piercinget szurattak, csontokat átszurattak. Nekem a különböző reliefeket, amikor összehasonlítottam ezzel a pakalossal, azt lehetett mondani, hogy amikor úgymond nem az űrhajóban ült, most így mondom, akkor is ott volt ez a bigyó az orránál, ami számomra teljesen egyértelmű, hogy ez egy ékszer vagy egy csont átszúrott. Most csak nem vette le magáról az Jó, akkor legyen az, minden lehet. Jó, lépjünk tovább. Na hát ebben nem értünk egyet, megint a fejemet veszik, nem baj. Ezt ti fogjátok majd eldönteni, hogy igen. Nyugi, ennyire azért nem eszik. Kinek van igaza, Peti Laci 2-0. Nem baj. Hát értelemszerűen egyébként én biztos vagyok benne, hogy többen fognak veled egyet érteni, mert a szkepok nem fogják a műsort nézni. Nem tudjuk, na mindegy. Az a lényeg, hogy egymás véleményét elfogadjuk. Jó, akkor lépjünk tovább, itt már csak nagy vonatban említjük meg, hogy azért Sumér-Babilónia terület, tehát ez a központja az ősi idegenek hipotézisének. Minden innen indult ki. Ez száfolhatatlan tény. Igen, hát ugye az itteni istenek úgymond hierarchiában rendeződnek, ennek az egyik csoportja ugye az Annunakik, ami az egyik leghíresebb lett ebbe a témakörben. Azt lehet mondani, hogy ezek az istenek alapították az első városokat. Ide már is szúrok egyet, ugye Egyiptommal kezdtük ezt az egész történetet, és akkor nagyon 3500 évre datálják a történetet, és körülbelül 6000 évre, időszámításunk előtt 6000 évre ugye a sumer civilizációt. Na most az az érdekes, hogy az agyagtáblákon szerepel egy 450 000 évvel ezelőtti időpont, amikor ezek az úgynevezett Annunakik megjelentek itt a Földön. Ugye a szó is azt jelenti, hogy akik az égből érkeztek, vagy az égből alászálltak, hogy tájékozódási pontként használták ugye a gízai piramisokat. Tehát nagy valószínűség szerint akkor az már ott volt, és akkor Tothnak van igaza. Hát igen, végül is. Ezt el is feltettük el, hogy egyébként voltak kutatók, akár építészmérnök is, a Robert Bow-val, valamint a többiek, akik azt mondták, hogy sokkal-sokkal régebbi az egyiptomi piramis. Persze ők besatszolták 12 000 évesre, 15 000 évesre, például ott van Graham Hancock is. Edgar Cayce is mesélte. Annyira messzire nem mentek, de nyilván van valami valóság alapja ennek az óriási 30 000 éves, 50 000 éves, stb. Időtáblatnak is. A egyiptomi, meg a sumér királyisták is olyan régre szólnak vissza. És egyébként szinte azonos, tehát mondhatni azt, hogy Egyiptom tulajdonképpen sumér. Hát igen. Mert egyébként, hogy onnan vált le. De ez is legyen majd egy teljesen külön téma, mert erről megint egy órát ki tudnánk tölteni, ha nem többet. Igen. Hát Eridú volt a legelső város, ahol leszálltak úgymond az istenek az égből. Ezt csak direkt így beolvasom nektek, az eredeti agyaktábla szövege így szól. Amikor a királyság leszállt a mennyből, a királyság Eridúban volt. A babiloni szöveg is ezt mondja, nád egyetlen sem nőtt még, fa egyetlen sem sudarasodott még, ház egyetlen sem készült még, város egyetlen sem épült még, az országnak összessége tenger volt, akkor épült Eridú. Ezt azért említem Eridút, mert hogy ott van egy ilyen templomkomplexum, és ugye ott van urvárosa, ahol már találhatunk zikkuratot, tehát lépcsős piramist, aminek szintén van egy templomkomplexuma, tehát a kettő összekapcsolható egymással, csak hogy ezek agyagtéglából, szárított agyagtéglából épültek, és nagyon nehezen maradtak meg az utókor számára, a nagy része elpusztult, de valószínűsítem én legalábbis, hogy Eridúban is található volt egy ilyen zikkurat vagy piramis, csak mára elpusztult. Jó, hát akkor Sumérból, és ne is menjünk bele annyira, mert ez legyen egy külön történet. Érdekességén megemlítem, azt nagyon kevesen ismerik, ezt be is olvasom, Olaszországban is van piramis, Rómában található, 3. században építették, tehát itt ez nem több ezer évesről tehetünk említést, ez 36 méter magas, az alapja 29,5 x 29,5 méter, a síremlék időszak, tehát itt tényleg ez már síremlék, másnak nem tudjuk betulajdonítani, időszámításunk előtt 12-ben elhúnyt építetője, Caius Cestius magas rangú és gazdag római tisztviselő volt, aki Augustus császár uralkodása alatt egy tisztséget töltött be. Tehát ezt kevesen tudják, hogy Olaszországban is van egy piramis. A spanyol szigeten La Palmán is találtak piramisokat, gondolom nem lesz meglepő azért, hogy nincsen megbízható az információ arról, hogy kik építették meg, az, hogy milyen céllal. Tehát ezt nem lehet megmondani. Amit nagyon fontos megemlíteni, Kínában is vannak piramisok. Ez azért is fontos, nem az, hogy vannak piramisok, hanem több mint 250 darab piramis van Kínában, és annyira szembe tűnik, tehát nyilván a műhold felvételeken ott van, tehát ez nem lehet kikerülni, de hogyha az ember ott járt, tehát sajnos nem voltam ott, de ezért felvételeket láttam róla, nem is kicsik ráadásul, de hát ott van az ember szem előtt, és a kínai kormány ezt beültette fákkal, hogy ne tudjanak az emberek arról, hogy itt piramisok vannak. Na most ez a legnagyobb kérdés, hogy miért, most tegyük félre, hogy Kínában azért másképpen mennek a dolgok, igen, de tehát, hogy miért? Nyilván ez egy akkora a titok, meg nyilván ott van valami olyasmi, ami megrengetné a mai tudománynak az álláspontját. Én csak erre tudok gondolni, semmi másra. Igen, valószínűleg van ott valami, ami számunkra is érdekes lehetne. Pár piramist egyébként elkezdtek föltárni az elmúlt évtizedekben, utána arra hivatkoztak, állagromlásra való tekintettel betiltják az ásatásokat, és nem egészen 2050-ig nem lehet ott semmilyen helyszíni munkát folytatni. Hát ez nem jelenti azt, hogy nem folytatnak munkát, hát csak igen, hogy hivatalosan nem lehet. Tehát azért gondoltok el, 2050-ig még nagyon-nagyon sok idő van, nem hiszem, hogy túl sok minden kiderülne, ha csak nem szivárogtat majd valami benfentes régész. Azt is hozzá kell tenni, hogy a kínaiaknak is vannak olyan legendáik, hogy az ős császárság ott szállt le. Itt érdekes mondó, hogy tudjuk, hogy a kínaiak nem túl magasak, ezek az ős császárok 2,50 méter magasságúak voltak, az égből szálltak alá, ez is egyértelmű jele egy ősi idegen tevékenységnek, vagy megjelenésnek. Nem tudunk semmi többet a kínai piramisokról, egyszerűen azt mondom, hogy hídzárat van, lezárták hivatalosan az ásatásokat. Igen, de hogy van, az biztos. Van. Gyorsan említsük még meg, hogy voltak ilyen hírek is, hogy Antarktiszon is vannak piramisok. Igen, a Google Earth-en ez valóban látszik egyébként, tehát hogy ott tényleg lehet látni piramisokat. Nem tartom egyébként azt kizártnak, hogy itt mindenki most már a globális felmelegedésről beszél, hogyha egy tetemesebb mennyiségű jég, és annak, tehát a jég alól előbújnak építmények, és ott piramis lesz, én nem fogok meglepődni. Ettől függetlenül elfogadom azt a tényt, hogy az Antarktisz valamikor több 10 000, 100 000, millió évvel ezelőtt lakott terület volt, miért ne építhettek ott is piramisokat, hogyha a világ minden pontján van. Tehát most pont Antarktisz maradt volna ki, nem hiszem, hogy ez így lenne. Ráadásul elég sok feljegyzés van dokumentálva arról, hogy ez egy zöld terület volt, tehát nem borította jég mindig ezt a földrészt. Így van. Pont Graham Hancock említi még az első könyveiben is, hogy vannak olyan leletek, amikor például a Piri Reis térképen is még ugyan ábrázolva, hogy nincs rajta jégtakaró, aztán ugye előkerültek mamuttetemek, ahol még a gyomrukban is még ott volt a fű. A fű. Én nem zárom ki, egyáltalán nem zárom ki, hogy ott piramisok lennének, sőt volt is egy olyan teória, bár ezt megint az, hogy nem lehet eldönteni, mennyi igaz belőle, hogy maga Atlantis is ekkor valójában az Antarktisz lett volna, csak aztán ugye a Föld tektonikus mozgás által félrecsúszott az egész terület, ez megint nem tudom mennyire lehet valós. Ezt én mondtam az egyik előadásomban. Jó, ő volt az, plagizálok, oké, de ezt is olvastam egyébként Hancock-tól, Petitől is hallottam. De ennek ellenére ugye, amik megjelentek hírek, hogy ott piramisokat találtak, ezek kacsák voltak, tehát hoaxok. De mondom, ettől el kell függetleníteni, amit én itt elmondtam, vagy amit Peti elmondott. Persze. Ezeknek a híreknek a jó része csalás, még például abból lehet rájönni, hogyha tényleg valaki nagyon-nagyon utána kutat, akár neten is. Egyrészt a képek. Tehát a képeket, amiket erről mutattak, azt írta például a hír, hogy 3 piramis találtak, holott a fotón már 4 volt. Aztán a képek le voltak lopva egy utazási irodának a fotói közül, és a hír úgy volt meghirdetve, hogy 2013-ban fedezték fel őket, miközben az utazási irodán már 2005 óta ott voltak. Tehát itt már csúszik az egész história. Az ilyen híreknél nagyon észre lehet venni azt, nem hogy... olyan szögből fotózták, vagy pont olyan szögből fotózták, hogy az úgy nézzen ki, viszont a Google-on az tényleg hiteles, számomra hiteles, mondom, hiszen ott tényleg látod föntről magát a struktúrát, szabályos gúla alakja van, miért ne fogadhatnánk el, hogy ott nincsenek piramisok? Hogy vannak ott piramisok? Hát, hogy nincsenek, minden lennének? Vagy ja, igen. Szóval már végre nem is tudjuk, hogy vannak-e, vagy nincsenek. Egyébként, tehát most már később, amikor felvesszük ezt a videót, úgyhogy igen. Mindenesetre csak arra szerettem volna fölhívni a figyelmet, hogyha vannak ilyen hírek, akár ezzel kapcsolatban, vagy bármi mással, és ha abban nincsen leírva az, hogy konkrét évszám, konkrét helyszín, konkrét kutatók, akkor már gyanítsuk, hogy valami van. Mert ilyeneknél nem szokták megadni, csak ilyen anekdotaszerűen, hogy piramisokat találtak a régészek az elmúlt évben, és akkor nincsenek megadva a kutatók nevei, sem a pontosabb adatok, amik nagyon-nagyon fontosak lennének. Itt már azért gyanítható, hogy egy... De pont ez adná a hitelességét a történetnek. Igen, és rendben ezekről ki szoktak derülni, hogy nem igazak. Még egy dologról beszéljünk itt, és aztán szerintem búcsúzzunk el, mégpedig a marsi piramisokról. Ó, igen, marsi piramisok, és egy ideig a Mars arc. A Mars arca, igen. A kapcsolatban is felvetették, hogy ott is vannak piramisok. Ott tényleg valóban vannak olyan képek, amik azt gyanítsák, hogy ott vannak mesterséges építmények. Itt azért megemlíteljük egy magyar szerzőt is, aki a 90-es években erről könyvet írt, ő Földes Attila, aki azt hiszem, hogy matematikus volt, de most nem vagyok benne biztos, de ott különböző számításokkal igazolta, hogy amit itt természetes képződményeknek vélnek egyesek, tehát a Mars kutatók, azok valójában egy része mesterséges, vulkán, de mesterséges, majd kiszámított mindenféle prímszámot, háromszögöket, tehát ami arra mutatott, hogy ezek nem véletlenül helyezkednek. Minden egyezik, és az egyik épül a másikra. Igen. Értelemszerűen vitatták az elméletét, de ez nagyon érdekes, hogy egy magyar kutató is foglalkozott ezzel, NASA-nak is elküldte, és ők visszaírtak, hogy köszönjük szépen, érdekesnek találják, majd el fogják olvasni, hát gondolom azóta is olvassák, mert ebben nem volt előrelépés. Tehát a Marson is találhatók ilyen különleges képződmények. Még egyet a nagyon-nagyon végére, ugye Pilisben is. Várjál, még mielőtt pilishezünk, még ide csak egy mondatot muszáj vagyok beszúrni a Mars kapcsán, hogy a sumér agyaktáblákon, ez nem hagyhatom ki. Nyugodtan, nyugodtan. Egy konkrét fejezet mesél arról, hogy a Marson hogyan volt élet, miért volt élet, és hogy ki került oda, és hogy miért került oda. És ebben most nem akarok belemenni, mert tényleg ez egy hosszú történet, megpróbálom dióhéjba összefoglalni. Nagyjából azt kell tudni erről a történetről, hogy nagyon sokáig nem foglalkozott senki a Mars bolygóval, egészen addig, már így mélyrehatóban, amikor ugye a 70-es években megjelent a híres Mars arca elnevezésű fotó, amiről aztán is kiderült, hogy ez csak az akkori technikának az egyik vizuális anomáliája. Amit én nem hiszek el, én azt az álláspontot tartom helyesnek, hogy ez egy irányított és egy szándékos manipuláció, hogy eltorzították ezt a képet, és a 70-es években megjelent kép az valóban egy valós felvétel és fotó. Ugyanis a sumér leletek tanúbizonysága szerint száműzetésre került oda egy bizonyos személy, aki halálos sérüléseket szenvedett, és az egyik társával, nevezzük őt Kobzosnak, mert ő tényleg így sebeit próbálta gyógyítgatni, meg mit tudom én. A lényeg az, hogy a Marsra került száműzetésre, és igazából neki állítottak emléket, és neki az volt az utolsó kívánsága a halála előtt, hogy építsenek egy olyan struktúrát az ő arcával, amivel folyamatosan a földre tekint. Mert hogy egyébként a hivatalos mitológia szerint övé lett volna a föld, csak egy családi viszály által ez nem igazán sikerült, nem vált be az ő terve, úgyhogy így jutott erre a sorsa. És ettől függetlenül nyilván így kialakulhatott a Marson is valóban egy civilizáció, ami egyébként már megint csak az Anunnakikhoz köthető, hiszen más oda kapcsolható információ nincsen, csak ez az egy. De erről mindenképpen majd a sumér nevezetű témakörnél vissza fogunk térni. Ha akarod, Laci, ha nem. Ha akarod, ha nem. Ennyit a megállapodásról. Annyit még azért hozzáteszek, ha már a NASA-t felemlegettem itt, vagy felemlegettük, hogy ugye van a paraidola kifejezés, miszerint természetes dolgokba belelátunk arcokat, különböző formákat. Igen, igen. Na már most ugye a Mars arcra is ezt mondták aztán, mikor ott idézőben tisztázódott a kép. Hát nagyon érdekes, hogy azért a NASA-nak a szakembere nagy része paraidolába szenved, ugyanis ott nem az volt, hogy egyöntetűen azt mondták, hogy ez egy természetes képződmény, hanem óriási harcok meg viták folytak ott, hogy már pedig ez akkor is mesterséges, és ők látják is, le lehet mérni, ott van a fotó. Most meg pont az ellentét. Igen, van. Igen, tehát ott egymás között is ment úgymond a feszültség, meg a belviszály, tehát nem volt az olyan egyértelmű, mint ahogy most próbálják itt repesgetni, hogy ugyan már az csak egy hegy. Igen, igen. Jó, akkor a Marsról ennyit, még gyorsan végére befűzzük a Pilist, ugye, hogy azt mondják, hogy ott is vannak ugye a piramisok. Erről mi a véleményed? Azután, hogy engem befejeznek, hogy kételkedők. Én azt mondom, hogy vannak ott piramisok, miért ne lennének piramisok, hiszen tényleg Magyarországnak sőt, az egyik legszakrálisabb helyéről beszélünk, ugye Dobogókön található ez a struktúra, három hegyről beszélünk, mind a három hegynek megvan ugyanúgy a neve, megvannak ott a turista látványosságok, a turista út ki van építve, tehát hogy ezekre valóban fel lehet menni, körbe lehet járni ezeket, meg lehet tekinteni messziről, a távolból, a kilátóból ezeket. Én nem azt mondom, hogy valóban olyan piramisokra kell gondolni, mint akár a Gízai fennsíkon, vagy akár a Mexikóban található hatalmas piramisok tekintetében, de el kell azon gondolkodni, hogyha ugyanaz a struktúrája akkor mi lehetett ennek a célzatja. És biztos, és ezért mondom azt, hogy valóban piramisokról beszélünk, ugyanis a Pilis nem véletlenül kapta a nevét, ugye a páros rendi szerzetesekről beszélünk, akik hatalmas jelentőséggel bírtak a magyar történelem során. Sajnos nem lesz megint erre időnk, hogy erre kitérjünk, de dióhéjban... De majd egy másik részben biztos vagyok benne, hogy dióhéjban annyit fel tudunk most még itt egy-két percben vázolni, hogy ha az én véleményemre vagy kíváncsi, hogy ezek a párosrendű szerzetesek egy olyan ősi tudást védtek, védelmeztek, vagy esetlegesen védelmeznek még a mai napig is, ahol, illetve amit ezen a helyszínen meg tudtak őrizni úgy, hogy ez valóban megmaradjon titok, és csak akkor derüljön ki, csak akkor kerüljön az emberiségnek a birtokába ez az információ, hogyha már felkészült arra, hogy be tudja fogadni ezeket az ismereteket. És biztos vagyok benne, hogyha egy ilyen több ezer, tízezer, igazából nem is tudom, hogy lehetne itt időintervallumot mondani, mert nem tudjuk, nincs az az ember, aki ezt tudja, hogy mikor fog ez bekövetkezni. De hát a lényeg az, hogy valóban egy olyan dologról beszélünk, ami egy hatalmas nagy rejtély, és hiszem azt, hogy valóban ott olyan piramis komplexumról beszélünk, ami a magyar történelemként is ismeretes volt, akár beavatóhelyként használták ezeket a strukturális épületeket, temetkezésként biztos, hogy nem, én ezt kizárnám, mint minden esetben, de én hiszem azt, hogy nekünk magyaroknak is van piramisunk, ennyit tudok most így dióhéjban elmondani. És ilyen szép, gyönyörű mondat után én hogy a francba cáfoljalak meg? Most mondd már, de ebben már nehéz ezt nekem hinni. Teljes mértékben egyetértek azon kívül, hogy az a három pirisi domb az piramis lenne, mégpedig azért, mert egyébként minden másra egyetértettem Petivel, teljes mértékben, ne értsétek félre. Én azt hiszem, hogy ez kicsit egy ilyen... Egyetért, de cáfol. De magával az, hogy az ott piramis lenne, az a három domb vagy hegység. Tehát abból a szempontból, hogy nekem ez kicsit ilyen vágyálomnak tűnik a magyarságnak, hogy ha már Boszniában van, ha már Egyiptomban van, ha már itt meg ott van, akkor már nekünk már miért ne legyen. Tehát ez egy kicsit ilyen álmodozás szinten van, hogy akkor már nekünk is. Mert egyébként az bárki beláthatja, hogy nagyon sok helyen a dombok, a hegyek úgy néznek ki, mintha piramisok lennének, de nem azok. És ezt nagyon sok helyről van ilyen, tudjuk. Valóban, nagyon ez igaz. Tudjuk. Ezt az viszont tényleg valóban vitathatatlan, hogy ez egy mélyen szakrális hely. Én is voltam ott, gyönyörű fogok is még menni. A pálosoktól elvehetetlen, az teljesen egyértelmű. Biztos vagyok benne abban is, hogy az egy beavatóhely volt, még vannak feltáratlan esetleg járatok is benne, ebben is 100%-ban biztos vagyok, valamint fognak még okozni meglepetéseket különböző leletek is, de az, hogy ott az egész egy piramis komplexum lenne, azt én elletem már csak abból szempontból is, hogy rejtett tudás ide vagy oda, az itt szerintem a pálosok nagyon sok mindent leírtak, de ezt azért már csak megemlítették volna valamilyen szinten. Tehát erről nem találok úgymond hagyományt a magyarságban. Hát pont ez volt benne a csavar, hogy még titkolják. Hát ezt is ki lehet hozni mégis belőle. Vagy még azt el tudom képzelni, hogy ők ezt feljegyezték, és őrizték is ezeket az iratokat, csak nyilván hát ugye ott egy komplett város volt a Pilisben ezen a helyszínen, csak ugye szándékosan leágyúzták, bombázták az egészet. Akár ez is. Tehát hogy lehet, hogy volt, illetve van is ilyen, csak elveszett valahol a süllyesztőbe. Ne zárjuk ki ezt, mert lehet. Akár ez is, egyáltalán nem zárom ki. Ismerem egyébként a Pilissel kapcsolatos felhozott úgymond bizonyítékot, ami a kódexekből van kifotózva, az egy-két kép. Engem nem győzött meg annyira, lapos a teteje, domnak tűnik nekem, mindegy. A lényeg az, hogy még messzebbre datálható, hogy itt teljesen felfedezzük az egész helyet, mint maga a Bosznia, mert itt tényleg nagyon-nagyon kezdetleges dolgok vannak, hogy ezt az egészet föltárjuk. Én kívánom, hogy az ott tényleg piramis, hogy én lennék a legboldogabb, nekem egyelőre még nem úgy tűnik, de itt tényleg arról van szó, hogy itt nagyon-nagyon keveset tudunk a helyről, viszonylag azt lehet mondani. Igen. Biztos vagyok benne, hogy egy szakrális hely, egy beavató hely, érhetnek még meglepetések, A jövő zenéje erre, ezt tudom mondani. Remélem, hogy igaza lesz Petinek, teljes mértékben támogatom ebből a szempontból. Hát köszönöm. Hát igazán is. Úgyhogy szerintem ezzel zárjuk az első részt. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek. Nézzétek el, hogy kicsit néhol elhúztam szkeptikusabb irányba. Még mielőtt valaki félreértené, mert már volt, hogy félreértett. Biztos vagyok benne, hogy az ősidőkben jártak itt földönkívüliek, abban is biztos vagyok, hogy ősi civilizációk léteztek. Abban is biztos vagyok, hogy itt rengeteg kérdőjel van a történelem kapcsán, ha már csak a piramisokat is nézzük. Tehát ezt mindenféleképpen tisztázni szerettem volna végére. Ne azt mondjátok, hogy én teljes mértékben szkeptikus vagyok mindennel. Ezek számomra meggyőződések teljes mértékben, de egyúttal ott van az a racionális, a bénem, amik úgymond megnyilvánultak ebbe az első részbe is. Úgyhogy ennyi lett volna az első rész. A második résznek a témáját nem áruljuk el, de már eldöntöttük. Ha van kérdésetek, ötleteket, hogy mit hallanátok szívesen, azt mi nagyon szívesen és örömmel vesszük a videó alatt a kommentekben. Jöhetnek kritikák is, egyetértések, stb. Normális megnyilvánulása természetesen. Igen, ez fontos. Igen, ez nagyon fontos. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogyha megnéztek minket a továbbiakban is, és reméljük, hogy tetszett ez az első rész. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, legközelebb találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!